Pápa kicser, jó lenne, már oda tűn a napverte. Szól a kapásunk, az a napkarajú, gyere ki a rétre, kukuriku. Átadták a Dunaalmási mini bölcsödét Neszmélyen. A Kék Duna óvoda és bölcsöde új részlegét a régi gyógyszertárból alakították ki. A beruházás a TOP keretében valósult meg, mintegy 151 millió forintból. Beruházás során többször nekem szegezték ezt a kérdést, akár a média, akár Neszmély vagy Dunaalmás népe, hogy hogy lehetséges ez a helyzet, hogy Dunaalmás Neszmélyen építkezik. Hát én azt gondolom, hogy ebben semmi különleges nincs. Azért, ha a történelmünket megnézzük, a két település történetét, azért nekünk volt egy rövidebb időszakunk, amikor mi Almásneszméként egy települést alkottunk, és ezek az intézmények, ahol most is állunk, a régi gyógyszertár épülete, vagy akár az orvosi rendelő és a szolgálati lakás, ez mind-mind akkor épült a két település szolgálatáért, és azért, hogy kiszolgálja a lakosságot. Tehát innentől kezdve, mikor a két település ketté vált, ezek az ingatlanok ugyanúgy közös tulajdonban maradtak, és a két település javát szolgálják. Úgyhogy egyrészt így is tekinthető a dolog, hogy Dunaalmás egy saját ingatlanában, résztulajdonában valósította meg a fejlesztést. Másik szempont, hogy a két település képviselő testületei 2016-18 magasságában több olyan döntést hoztak közösen, hogy bölcsődei ellátást valamilyen formában valósítsuk meg településeinken. Akkor még nem tudtuk, hogy milyen formában tudunk pályázatot benyújtani, milyen szintű pályázatok lesznek ebben a témakörben, ezért akkor megállapodtunk, hogy vagy konzorciumi partnerként, vagy valamelyik település, aki megteheti és alkalma nyílik rá, megvalósítja ezt a beruházást. Szükségessé is vált egyébként, mert a két településen a 3 éven alatti gyermek létszám rettenetesen megnövekedett, ami egy nagyon örömteli hír, mert jó látni azt, hogy a két település jó lakóközösséget, jó lakhelyet biztosít a fiatal családot alapító családok részére. Úgyhogy pont most a reggeliben egyeztettem védőnőnkkel, hogy pontosan most mennyi gyerkőc van a 0 és 3 év között a két településen, és azt kell mondanom, hogy 106 gyermek van nyilván tartva a két településen, ami azért azt gondolom, hogy magáért beszél. A sors úgy hozta, hogy hát Dunaalmás tudta megvalósítani a bölcsödei beruházást. A bölcsödénk egy mini bölcsöde lett, ami egy csoport szobával 8 gyermek elhelyezésére fog működni, de természetesen a megállapodások szerint tartottuk magunkat ahhoz, hogy a közös épületünkben valósítsuk meg ezt a szolgáltatást, és a két településről érkező gyerkőcök részére biztosítjuk elsőként a férőhelyeket. Azt gondolom, hogy többféle szempontból egy örömteli alkalom ez a mai. Örülünk neki, hogy ezt a projektet meg tudtuk fejezni, és meg tudtuk valósítani a terveket, amiket vállaltunk, és a kötelezettségeinket. Egyrészt nagyon örülök annak, hogy egy újabb önkormányzati épületet tudtunk felújítani, és meg tudtuk menteni a teljes pusztulástól. Úgy gondolom, hogy többen itt a jelenlevők közül láttuk már ezt az épületet a beruházás előtt, és azért kimondhatjuk azt, hogy nem nagy jövő látszódott az épületnek. Leromlott a műszaki állapota és az esztétikai kinézete is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel megóvtunk egy épületet ettől, és így a két település lakossága számára még hosszú ideig tudja a szolgáltatást biztosítani. És ez egy nagyon boldogság számomra, hogy egy ilyen szép új cél érdekében tudtuk ezt a felújítást végezni, mint a bölcsöde, amellyel azért a szülőknek is nagy segítséget tudunk nyújtani a településünkön, hogy visszatudjanak lépni a munkavilágába. Bomba, 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 nincsen semmi gondja, ha az eső esik rája, nagyra nő a karimája. Az eső csak neveti, van kalapja teheti. Ezek a fejlesztési programok arra szolgálnak, hogy vagy valamilyen újat alkossunk, vagy valamilyen régit felújítsunk. Itt mind a kettő volt. Itt megújult az épület, és új funkciót kapott. Ami egy, szerintem egy remek gondolat. És ugye neszmélyek vagyunk, dunaalmásiak vagyunk, magyarok vagyunk, és Komárom-Esztergom vármegyeiek vagyunk. Tehát ezt mindig szoktam mondani, amikor az értéktárat
népszerűsítem. Tehát véleményem szerint itt ezen a vonalon teljesen mindegy, hogy Neszmélyi vagy Dunaalmás, és néhány méterrel átkerül a bölcsöde eszmére. Az a lényeg, hogy a két település lakóinak, a Komárom-Esztergom vármegyei lakosoknak az érdekét szolgálja. És bízom benne, hogy ez így is lesz. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a bölcsöde fejlesztésekre, felújításokra és új bölcsödei férőhelyek létrehozására. Ez volt a területfejlesztési és települési operatív programnak, amit a Vármegyei Önkormányzat koordinált, talán a legsikeresebb programja. Mindenhol el szoktam mondani, hogy összesen 24 darab bölcsöde fejlesztést valósítottunk meg 4.621.000 forintért, és 1.022 millió forintért pedig felújításokat. Ez a szám azért mutatja, hogy ez jóval több, mint a 11-12%-a annak, amit nagyon sok szertágazó területen, vármegyénkben a TOB-ban fejlesztésekre tudtunk fordítani. Sümi, sümi, sümibe, sétálgat az erdőbe, tüssék hátán fal elvér, megvédik, ha jön, ha tér. Azon a vonalon vagyok, és elnök urat támogatom ebben, hogy nagyon sok ingatlanunk van. Persze mindig lehet építeni, és egy polgármester mindig aszfaltban, téglában, betonban, meg épületek magasságában és számszerűségében méri a sikerességét. Próbálom őket, ez egy nagyon nehéz munka, próbálom őket erről a pályáról levenni, hogy egy kis településnek a polgármestere akkor sikeres, hogyha élhető, jó közösség van azon a településen, amelynek a vezetésére, szolgálatára megválasztották. Nagyon fontosak a beruházások, de egy kis település lelke abban van, hogy azt őrizzük meg, amink van, amit örököltünk, és azt adjuk át. Nem mindig az újat akarjuk, mert erőn felül nem tudunk teljesíteni, viszont ha azt üzenjük, hogy amink van, azt megőrizzük, felújítjuk, és használaton kívüli ingatlanokat hozunk újra be a település életébe, és így volt ez már az orvosi rendelővel is, úgyhogy bevallom, ebben egy kicsit erőszakos vagyok, nem csak költségvetés okán, hogy esetleg valamelyest olcsóbb egy régi ingatlan felújítása, mert néha nem is így van, mint egy új épületnek a felhúzása, de azt gondolom, hogy ezek jó kompromisszumok, és jól hasznosuló források, amikor a falunak a kevésbé égköveként számító épületből, vagy mondjuk a település közepén, vagy határán, de központi helyen lévő épületnek a romhalmazaiból egyszer csak kivirágzik egy pici sárga csibe, és lesz egy csodaszép bölcsöde. 2010-ben 28.100 bölcsödei férőhelyet örököltünk önkormányzatoknál, vagy valamilyen bölcsödei férőhelyet. A mai nappal több mint 62.000 bölcsödei férőhely van Magyarországon. Tehát ez finom hangon is több, mint a kétszerese azoknak a lehetőségeknek, amelyeket a kisgyermekes családok a munkavégzésük, az édesanyja munkába állásának az időtartamára, a gyermekükről való gondoskodásban szakszerű, hasznos, szerető és komfortos környezetben tudják megvalósítani. Bár ezt a végén elmondom, mindenbeli átadásnál elmondom, nem szeretik, hogy én teljes mértékig azonosulok a kormányzat családpolitikájával, bár azt gondolom, hogy a gyermekeknek, és ezt pótolják a kiváló szakemberek, a legfontosabb időszak az a 0-3 év közötti időszak, ha megtehetik, és nem a bölcsödék ellen kampányolok, hanem a gyermekek lelki egészsége mellett kampányolok. Ha mégis megtehetik az édesanyák, hogy 3 éves korukig a gyermekükkel otthoni környezetben otthon maradjanak, és az első fejlődési időszakban azt a szeretetet, elsősorban szeretetet kapják meg, amit egy családban tudnak megkapni, akkor ezt tegyék, de ha nem tehetik meg, akkor most már kiválóan képzett szakember háttérrel, nagyon szép intézmény, hálózat és rendszer, gyakorlatilag majd valamennyi kis településen, talán itt Komárom-Esztergom vármegyében elmondhatom, hogy a települések nagyobb részében van bölcsőde, mint nincsen, tudja a gyermekét napközbeni felügyeletre átadni, és
talán ezzel egy kicsit segítünk a magyar családoknak, és aztán a másik személyes, mert hogy én ebben a világban élek, nem egy másik világban, néha meg már az én nagyon radikálisan otthon, 0-3-ig otthon a gyerekkel anyuka, ez a legfontosabb. Programból eljutottam magamban oda, hogy lehet, hogy a bölcsödében már jobb helye van, mert van egy generáció, aki anyukaként már a fél éves gyerek kezébe az iPhone-t adja. Úgyhogy ezekkel a szülői, anyai leendő talán nagymamai dilemmákkal mondom azt, hogy jó döntést hoztunk akkor, amikor 2014-ben a kormányzat családpolitikai programjának egyik központi célja és programja a bölcsőde fejlesztés volt, úgyhogy gratulálok a dunaalmásiaknak, nem különben a neszmélyieknek, és azt szeretem, hogy a két település, ami egyébként a történelemben sok-sok ok miatt sodródott egymás mellé, és volt közös a múltjuk, tud közös jelenük, és remélhetőleg közös jövőjük is lenni. Isten áldja a dunaalmási neszmélyi apróságokat és az ő gondozóikat. Ziki, zaka, zaka.